Kisütött a nap a sikra, minden ember ablakába. Ja Istenem, mi az oka? Az enyémben nem csüt soha. Nem megmondtam, Buzsgelice, ne rakj fészket út szélire, mert az úton sokan járnak, kis fészkedre rátalálnak. Rakjál fészket a sűrűbe, sűrű erdő közepébe. Rakjál fészket a sűrűbe, sűrű erdő közepébe. A 1920. június 4-e óta a magyar nemzet államhatárok feletti összetartozása jött létre. Ez lett a magyar nemzet önazonosságának alapja. Mert nemzet nélkül nincs haza, és a külhoni magyarság nélkül nincs nemzet. Ennek élő példája testvérvárosainkkal való kapcsolat. Csíkszereda, Beregdéda, Ipolybalog és testvériskolánk a csíkszeredai Petőfi Sándor általános iskola, akiktől ezt a kopjafát kaptuk, és a mai napon felállítottuk, mint emlékoszlopot iskolánk udvarán. Méltó helyet és alkalmat találva a felállításra, így összekapaszkodva az éteren keresztül. Hiába született döntés 100 évvel ezelőtt a Trianon kastélyban, nincs törvény, amely szétszakíthat egy nemzetet, melynek történelmi múltja, nyelve, kultúrája összetartozik, melyet összekötnek közösségei, családi és baráti szálai. Nincs törvény, mely a madarat megállítaná szárnyalásban a határoknál. Így őrködik ezer éven épünk fölött a magyarság legmisztikusabb mondai emléke, a turulmadár. Aponya Albert gondolatait idézve, ha térképen összeszorítják is Magyarországnak határait, az igazi határ mindig addig fog nyúlni, amíg az adott helyen igazi magyar lelkek laknak.